Figyelem, figyelem! Statiszták, tessék figyelni! Forgatás történik! Így, ne legyen benne senki, csak a főszereplő. Én vagyok a főszereplő. Így tartsad, így. És kérdezzél, Pati. Na. Kérdezzél. Kedves statiszta úr. Hangosabban. Ha a tengeren karanténba kerül, akkor hogy fog hazajutni? Nagyon köszönöm a kérdést. Augusztus 11-én indulok vonattal. Ha nem lesz vonat, akkor busszal Zágráb, Zágrábből Split le a tengerpartra, és onnan hajóval a Rapsziget. Ha karanténba kerülök, megszökök. Nem tudom elviselni az álságot. Ezért viszek magammal 20 darab konzervet, meg 3 kiló kenyeret, meg 5 liter vizet, és húzom magammal ilyen táskával. Megszökök a karanténból. Gyalog indulok haza. Igen. Úszok a tengeren, húzom a gumimatracon a kaját, konzervet, utána meg gyalog elindulok Splitből Magyarországra. Úgy terveztem, hogy 600 kilométer, minden nap 100 kilométert teszek meg, akkor egy hét alatt. Ha csak 50 kilométert teszek meg, akkor két hét alatt érek haza Magyarországra. Erdőbe, ösvényen bujkálok. Kérdezzenek! És ha elakad, és nem tudja, hogy merre kell menni? Viszek tájolót, mindig csak keletfele megyek. Tehát nyugatról keletre megyek. És mindig figyelem, hogy hol kell fel a nap, ott van kelet. És indulok erdőmezőn. Na most, cseresznyét megjeteszek az erdőbe, elfogok egy-két mókust, vagy rókát, és megsütöm, és megeszem. Forrásból iszom. Kérdezzenek! És ha nem talál forrás, se élelmet? Akkor valami tóból iszok vizet. Valahonnan iszok, vagy kivágok bokrokat, és a nedvét elszokogtatom. Röviden ennyit. Köszönöm!